a helyi munkahelyteremtés lehetőségéről, illetve az önkormányzatok és a helyi közösségek szerepéről fog szólni a helyi gazdaság megszervezésében. Vendégeink itt jelen Stojka Zoltán, Rozsály polgármestere, Hegyi Győző úr, aki Egerág polgármestere, és nagyon-nagyon várjuk dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónikát, aki Pázmán polgármestere, és nagyon-nagyon reméljük, hogy időközben ő is megérkezik. És azzal kezdenénk, hogy a vendégeink 10-10 percben mesélnek a saját tapasztalataikról, a saját önkormányzatukban, és utána beszélgetnénk arról, hogy általánosságban hogyan, milyen lehetőségei vannak az önkormányzatoknak arra, hogy küzdjenek helyi szinten a munkanélküliséggel, illetve hogy beindítsák a helyi gazdaságot. Úgyhogy át is adnám a szót akkor Stojka úrnak. Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Stojka Zoltán vagyok Rozsályból. A településünk az nagyjából így néz ki, tehát hogyha valaki el fog jönni Rozsályban, akkor ezt fogja majd látni. Kivéve ezt a várkastélyt itt a sarokba, de már dolgozok rajta, hogy azt is meg tudja majd nézni, mire legközelebb jön. Tehát hitletlen, vagy töretlen hittel nézünk a jövőbe. A településnek a címer az egy érdekes címer, mint látják, nagyon díszes és nagyon szép. Ennek történelmi okai vannak, ugyanis a Szatmár vármegye ispánjait, azt a rozsályi földesurak adták nagyon sokáig a középkor folyamán, olyannyira, hogy Rozsályhoz 1445-ben 54 település tartozott, tehát egészen Nyírbátorig minden a rozsályi uradalomhoz tartozott. Itt található ez a település, jelen pillanatban ezen a térképen, tehát ez a kis Magyarország, és a Nagy Magyarországon pedig ott található ez a település. Azért szoktam ezt a képet berakni, mert hiszem és remélem, hogy még változni fognak a dolgok, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ahol látnak karikákat, azoknak a településeknek valamilyen köze volt Rozsályhoz. És egy-két karika még kimaradt. Hogyha megengedik, akkor egy kicsit innen kezdeném, jó? És aztán majd dolgozunk, előtte jöjjön én úgy szoktam mondani, hogy hallgassák meg ezt a mesét, és aztán aki hiszi, hiszi, aki nem hiszi, az is el fogja hinni a végére. A településen hatalmas volt a gazdasági élet, tehát nálunk a középkor folyamán. Különböző kereskedő utak találkoztak itt ennél a településnél, és ezért nagyon nagy volt a tőke ebben a faluban annak idején. Olyannyira, hogy több királlyal vagy több fejedelemmel is tartották a kapcsolatot a rozsályak. Egy egyszerű mondok, Izabella királynőnek, az erdélyi hadaknak az élén Bornemisza Boldizsár állt. A Bornemisza név az egy ragadvány nem volt a középkor folyamán, nem volt itókás, tehát nem volt szeszes az ember, ez azt jelentette, nem itta a bort, csak így maradt rá. És ugye többek között így például Déva vára is Rozsályhoz tartozott a középkor folyamán, és Pécsel is van viszonyunk. Pécsen pedig a Dracula házat biztosan hallották, hogy Mátyás király annak idején Vlad-Tepeszte elfogta, tehát a románok nagyon büszkék Vlad-Tepeszte, ugye a Draculára, mi pedig még büszkébek vagyunk, hogy mi börtönbe zártuk. És azt a pécsi házat, amelyben ő élt nagyon sokáig, azt a rozsályi kunyagabbnak fogja adományozni, és majd ő fogja tovább értékesíteni. Vannak csúnya foltok is az életünkben, az Esztergom lenne ott fent bekarikázva. A Mohácsi vész után második Lajos özvegye Mária, amikor menekül Budáról Bécsbe, akkor a legbiztonságosabb utat választja, ez hajón menekíti az értékeit. Szerint a legbiztonságosabb, a rozsályák szerint nem, ugyanis Esztergomnál a rozsályák kirabolják ezt a hajó karavánt, és a krónikák szerint Mária udvarhölgyeinek megcsufolásával teszik ezt, tehát el lehet képzelni, hogy milyen jaj veszékelés ment ott végbe a hölgyek részéről. És akkor kerül be ez a hatalmas kincs a rozsályi uradalomba, és aztán a török fogja majd feszengetni, hogy hogyan kéne onnan kivinni ezt a dolgot. A településünk nagyszülöttje, ez dr. Béres András. Nem tudom, hallott-e már valaki dr. Béres Andrásról? A Mikepércsi csárdásról hallott-e már valaki valamit? A Debreceni Déri Múzeumról? A hajdúsági táncokról? Ezt mind Béres András gyűjtötte össze, a Déri Múzeumot is ő vezette, és a rozsályi népességet is ő gyűjtötte össze. Érdemes elolvasni. 1963 és 65 között gyűjtötte ezeket a meséket, és szó szerint, ahogy elmondták az akkori rozsályi emberek, úgy van leírva. Tehát az egyszer volt, az két C-vel van írva, ahogy volt. A fingot pedig fingotnak van írva, vagy annak idején elmondták. Tehát annyira bele lehet látni az akkori kor paraszti társadalmában a meséken keresztül, hogy az ember el sem hiszi ezt. El sem hiszi. És ennek felbuzdulására csináltunk mi egy Béres András kört, hiszen ma a falu az teljes egészében megváltozott. Tehát, hogyha valaki ma azt hiszi, hogy a mai magyar falu úgy néz ki, mint ezelőtt 50 évvel vagy 100 évvel, az nagyon nagyot téved.
A legsúlyosabb hiba, vagy a legsúlyosabb probléma az, hogy az emberek az elmúlt 20 évben elfelejtettek közösséget építeni. És ebben leledzik minden bajunk. Biztosan tudják, mert van, akit nálam okosabb emberek is, hogy valamikor 3000 évvel ezelőtt, mikor kialakult a népünk az eurázsiai sztyeppén, akkor magukat magyarieknek hívták. Ez a magyar, ez azt jelenti, hogy beszélő ember. Beszéltek egymással. És ma mit csinálunk? Ma azt csináljuk, hogy ha hazamegyünk este, bezárjuk a kisajtót, még a láncot is rárakjuk, ugye, hogy véletlenül bejöjjön, aki be akar jönni, és bekapcsoljuk a tévét általában, ez az első mozdulatunk, teljesen mindegy, mi megy a tévébe. A tévével csak az a gond, hogy ő csak egyirányú szöveget tud közvetíteni. Tehát visszafele nem tudok neki beszélni. És ez a rákfenéje ennek a nemzetnek, hogyha ezzel nem tudunk változtatni, hogy elkezdjünk közösségeket építeni, akkor teljesen mindegy, hogy van válság, nincs válság, lesz jövünk, nem lesz jövünk, nem lesz jövünk, és kész, ennyi az egész. És csináltunk egy kis néptánckört, ma úgy nézünk ki, hogy van 18 felnőtt, most már van 35 gyermek tagozat is, és ugye ők is járnak el, és az első szány próbálgatásokat lehet itt látni. Ennek hivatalosan egyszerre kellene mennie, de nem megy. Ez volt az első fellépésünk. Azt szoktam erre mondani, a négy ütemű ottó motor is, ha egyszerre menne, óriási gond lenne, tehát ez még a kezdetleges fázisban vagyunk. Ez már egy kicsit, ja bocsánat, és milyen gonosz a polgármester, tehát magát levágta, ez vagyok én, hogy rajtam ne nevessenek csak a többin a hallgatók, akik itt vannak. Ez már egy fellépés vállaljon, itt már nagyjából egyszerre megy, ami azért is jó, mert azok az emberek, akik eljárnak ebbe a közösségbe, egymással hangolódnak. És a gondjuk is egy lesz, és közösen tudják megoldani azt néha napján. Erre pedig nagyon büszke vagyok, ez kézi Szentléleken van, ez a perkői búcsún, ez tavaly augusztus 20-án, biztosan tudják, hogy a csíksomolyai búcsú után a perkői búcsú a legnagyobb Erdélyben, és így sikerült ennek a kis közösségnek fellépnie. Na és akkor miért vagyunk mi híresek, vagy miért vagyunk hírhettek, vagy azt szoktam mondani, hogy a média turizmus miért jelent meg Rozsályban címmel szoktam így beszélgetni. Ennek ennyi az oka. 1992-ben, mikor felbomlik a TSZ, akkor az akkori polgármester Ignác Zoltán és a képviselőtestület nem engedi, hogy a földterület javarésze az elherdálódjon, hanem megtart belőle magának valamennyit. Ez lesz az alapja annak, ami miatt most mi egy kicsit a figyelem központjába kerültünk. Ez a közösségé marad a föld, ezt az önkormányzat fogja majd ugye ezt működtetni, és ő is dolgozik rajta. 93-ban csatlakozik a település a szociális földprogramokhoz, ez egy nagyon klassz kezdeményezés. Hallott-e már valaki erről a szociális földprogramokról, vagy ez nagyon, nagyon jó dolog, igen, helyes, támogassák, én is támogatom, és mindenki is. 90 hektár területen gazdálkodik a település, tehát ez a sajátja, ebben szántók, legelők, gyümölcsösök, és ugye erdő is van most már. És ez a gyümölcsösünk, 3 hektár gyümölcsösünk van, ez javarészt alma, de van benne egy kevéske megy. Ennek a termését a közétkeztetésbe szoktuk bevinni, tehát mi nem nagyon szoktunk almát vásárolni a piacról, vagy a nagybaniról, vagy nem tudom, mit említettek. Mi ezt megtermeljük saját magunknak. Egyrészt fontos az, hogy a gyerekek minden nap fogyasszanak gyümölcsöt, hogyha tudnak. A legfontosabb pedig az, hogy hazai gyümölcsöt fogyasszanak, ami még fontosabb az, hogy a régiós, a legfontosabb pedig, hogy helyi gyümölcsöt fogyasszanak, hiszen ez kiről a legkevesebb, és ráadásul ez is az a tápanyag, amihez hozzá van szokva a helyi ember szervezete. Nem tudom, hogy tudják-e, nem biztos, hogy jót teszünk azzal, hogyha avokádót meg ilyesmit eszünk, mert a mi szervezetünk nem biztos, hogy fel van készülve erre a dologra, ami onnan jön a nagyon nagy messzeségből. Ebből szoktunk főzni lekvárt is és pálinkát is, és hogy a székely ember mondja, mi lesz ebből a sok gyümölcsből, hát hanyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka, fiam. Mi megpróbáljuk mind a kettőt, természetesen úgy, hogy a gyerekeknek is jusson belőle kellő mennyiségben. A lekvár főzésről lehet képet látni, szintén egy közösség formáló dolog. Nagyon nehéz úgy az embereket megérinteni, hogyha nem olyat akarok vele csináltatni, amit ő is szeretne. Tehát amikor csak papolok magasról, és mondom azt, hogy ezt csináld, azt csináld, és nem vagyok közte, vagy nem az a cél, hogy ő valamit tegyen, és egy új értéket hozzon létre, akkor nagyon nehéz mozgatni az embereket. Ezért aztán szoktunk ilyen lekvárfőzést tartani, sőt, van kenyérsütésünk is. Az idősek otthona szokott egy vagy két napot kijelölni, amikor az óvodásokat hozzuk fel, és akkor ott sütünk, megmutatják a kenyérdagasztást, a hagyományos kenyérdagasztást, és sütik a kenyeret, és akkor így a gyerekek valamit át tudnak talán abból a szellemiségből venni, amely valamikor a falura jellemző volt. Igen. A önkormányzatunk jól el van látva a gépekkel, van 5 darab MTZ-nk, ehhez megvannak a munkagépek, van egy kombájnunk, van kis terrótunk, van lovasfogatunk, van 16 darab póling, van Mikulásunk is.
Nekünk francia Mikulásunk van, ez kevés település mondhatja el magáról, ugyanis a mi Mikulásunk Páskúj Sándor, a beceneve az Löhi, és ugye az, mondom, hogy franciásan Löhi, tehát nekünk francia Mikulásunk van, és mi innen kapjuk az ajándékokat. Ami a legfontosabb az, hogy mi általában csak volt MTZ-kkel vagy belarusz traktorokkal foglalkozunk, ennek nagyon egyszerű oka van, egy New Holland traktor 15 millió forint, egy MTZ traktor 6,5 millió forint, ebből kettőt tudunk megvenni, és ami még fontosabb, tudjuk javítani is. Tehát a legnagyobb gondja ezeknek a modern traktoroknak, hogyha az megáll a szántóba, akkor ott meg kell állni. Tehát onnan senki nem megy sehova. Mert ha elmegy, akkor azonnal nem jön ki senki megszerelni, aztán nézheti az egészet. A másik pedig az, hogyha az egy New Holland elromlik, akkor az el van romolva. Hogyha két MTZ-ből egy elromlik, egyen még mindig lehet tovább menni dolgozni, és még mindig meg tudja azt csinálni, amit nekünk meg kell. Tehát nagyon egyszerű észérvek mentén kell döntenünk, és akkor azt hiszem, hogy talán működni is fog a dolog. Vannak lovaink, vannak pajkosabb lovaink, lehet ezt látni a képen. Igen, igen, és meg is van az eredmény, ezt is lehet látni a képen. Tehát valóban foglalkozunk a természettel mi is, mint hogy ők is. A legfontosabb az, hogy 93-ban létrehoztunk egy alapítványt. Ez akkor szerintem egy nagyon jó gondolat volt. Ez szerintem az ország egyik leghosszabb nevű alapítványa, ez a Rozsály Községi Jóléti Szolgálat helyi alapítvány. Az akkori vezetők mindent beletettek, mindenhova tudjunk pályázni. Még majdnem beletették, hogy bányászokért felelős kisgazdakör, meg ilyesmi is, de aztán az nem mehetett bele. Az alapítvány az a település másik lába. Tehát én mikor beszélek, nem csak önkormányzatról beszélek, mert ez súlyos hiba. Tehát az önkormányzat nem egyenlő a településsel, és a település sem egyenlő az önkormányzattal, ezt ne felejtsük el. Tehát én mindegy településről beszélek. Az alapítvány tevékenységi körében itt lehet látni, nagyon sok minden van. Többek között már helyi boltot is működtetünk. Muhari Zoli barátommal, Panyola község polgármesterével volt egy olyan kezdeményezés, hogy adj egy méter esélyt, nem tudom, hallották ezt, Andika biztosan hallott, a többiek nem biztos. Az arról szólt, hogy a helyi termékeknek a helyi boltban legyen egy polc, amin el tudja adni a saját termékét. Most, hogyha valaki elindulna Magyarországon, mondjuk Budapestről, nem tudom hova, Gyomaendrődre, és bemenne a településekre, nem tudna vásárolni helyi terméket. Tehát akkor a agrárpotenciállal rendelkezik ez az ország, és megengedjük magunknak azt, hogy helyi termékeket nem adunk el. Tehát fantasztikus, hogy milyen buták vagyunk néha, de aztán ezen változtatunk, minél hamarabb, annál jobb. És ő kezdeményezte Panyolán ezt a helyi polcot, nagyon jól ment. Nekünk meg volt egy olyan szerencsénk, hogy mi nem egy polcot, hanem egy egész boltot kezdtünk el üzemeltetni. A bolt az, tehát minden megtalálható a boltban, a vegyszertől, a tej, meg nem tudom mit, dezodor, meg mindenféle lim-lom, amit ott szoktak az emberek venni, meg az én feleségem is. És azon kívül még van benne egy közösségi rész középen bent, ahol csak helyi őstermelők árulhatják a saját termékeiket. Na már most én azt mondtam, hogy ez nem fog működni. De ez a jó, mikor azt mondja a polgármester, hogy nem fog, mert akkor biztos fog működni. És működik. Én azt mondtam, nem merem elhinni, hogy be fogja hozni kis Manyi néni a krumpliát, beteszi a boltba, és nagy Pista az meg fogja venni. Na de behozza a kis Manyi néni a krumplit, Nagy Pista megveszi, Nagy Pista behozza a dióját, azt meg megveszi kis Manyi néni, és valahogy beindult ez a dolog, és volt olyan hónapunk, amikor 200-240 ezer forint körül mozgott ez a helyi terméknek a forgalma, ami nem rossz pénz. Már csak azért sem, mert ez a helyi emberek zsebében maradt, és ő elkölthette arra, amire szerette volna. Nekünk meg pláne nem rossz, mert általában abban a boltban költötte el, ahol ezt el tudta adni, ezt a terméket. Tehát megvan ez a szimbiózis, és így már 4 boltos tudunk például foglalkoztatni ezzel a szisztémával a Rozsályban. Működtet egy teleházat, erről majd egy kicsit később, itt nyitoknak hívjuk, mert így lett rá pályázva. Jaj, bocsánat, elfelejtettem mondani, hogy írják már fel ezt az adószámot, és hogyha a következő hónapban nem tudják hova tenni a maradék pénzüket, akkor nagyon nagy szívvel és szeretettel várjuk önöktől. Higgyék el, jóra fogjuk fordítani. Szociális fölprogramnak 3 eleme van itt nálunk. Segítjük a rászorulókat, hiszen nagyon nehéz az életük, tehát mint ahogy láthatták, szerintem ha nem jöttek határon túl, én jöttem a legmesszebbről, 350 kilométerről, tehát aki már tőlem messzebbről jött, az már nem is tudom honnan jött, de azt szoktam mondani, hogy nem kell megijedni, a fény is keletről jött, én is honnan jönök, tehát nincs semmi probléma, megoldjuk a gondokat. Nagyon, nagyon nagy segítséget nyújtunk a kisállattartóknak is. Vannak olyan cigány lakosok nálunk, akik elkezdtek állatot tartani, hála jó Istennek, és ők kiemelkednek már abból a közösségből, ahol addig tartoztak, és jó példát mutatnak a többieknek.
Biztosan vannak olyan nagyon jó cigány emberek is, akik bekerülnek a politikai életbe, meg mennek tovább, csak ők éppen nem szoktak visszanézni általában. Ez a gond. Ők pedig elkezdik egymást tojtolgatni, és elkezdik egymást segíteni, ami szerintem nagyon jó. Általában a palántát megpróbáljuk magunknak termelni. Itt korábban emellett a járda mellett büdöske volt. A büdöske nagyon szép virág, csak nem lehet megenni, tehát ez a hibája. A hagyma nem annyira szép, viszont azt meg lehet enni, és a palántából később pedig zöldség lesz, azt is szintén meg lehet enni. Erről most. Így néz ki egy cigányháznak a vége. Természetesen az önkormányzat felszántja nekik ingyen és bérmentve, előkészítjük nekik a talajt, és vetőmagot is szoktunk pályázni. És az utóbbi időben nagyon nagy sikere van, hála jó Istennek. Ő Évike, aki tavaly kezdte a mezőgazdaságot, előtte az nem foglalkozott vele soha, és már ő is büszke arra, hogy egy ilyen kis kertet sikerült neki berakni, és az idei évfolyamán is folytatta ezt. Azt mondja, hogy ugyanis segítjük, ahogy mondtam, a kisállattartókat, tehát szintén ugyanúgy nekik be van vesve 2 hektár, ezt ők megkapják ingyen és bérmentve, csak fordítsák az állatra. Nagyon sok szolgáltatást nyújtunk a helyi lakosoknak, ugyanis a nagy gazdák, akiknek nagyon nagy gépe van, az általában nagyon nagy földdel foglalkozik, és azok a bácsik, vagy nénik, vagy azok a fiatal házasok, akik most kezdték az életet, nekik nincs olyan nagyon nagy földjük, és nekik az önkormányzat szonta kedvezményes áron felszántani a területet, általában a 3/4 áráért, mint amennyire egy nagy gazda, tehát hogyha 20 ezerért szánt, mi 15 ezer forintért tesszük ezt meg, és ez a pénz is helyben marad zsebben annál az úriembernél. Nyugtassanak meg, hogy mindenkinek melege van, és nem csak nekem. Köszönöm szépen, hogy megerősítettek. Van egy szociális fürdőnk, amire szintén büszkék vagyunk. 2006. október 1-e óta vagyok polgármester, volt egy nyertes pályázatunk PPP-ben, egy uszoda. Le volt zsírozva minden, 800 fős a település. 14 napon volt arra, hogy aláírjam a szerződést, na nem értem alá, és lett is közharag Rozsályban, és elmagyaráztam a képviselőtestületnek, hogy gyerekek, ez az én számításaim szerint, mert végülis mindennek az alapja a matematika, hogy mennyi az annyi. 115 millió forintot kellett volna beletenni akkor azon az áron, 15 éven keresztül, én ezt gyorsan felszoroztam, az nem kevés pénz, tehát egy szó, mint 100. És én azt is kiszámoltam, hogy 700 embernek kell benne minden nap fürödnie. És mondtam, hogy itt a testület most kijelöl, ki az a 100 ember, akinek nem kötelező fürödnie, akkor én ezt alá fogom írni. És ha nem jelölik, én mondom, akkor nem írom alá. Na nem írtuk alá, de ez teljesen más, ez a szociális fürdő, ez az Rényi utca végén van, és vannak olyan cigány lakások, ahol nincsenek fürdőszoba, nincs fürdőszoba és nincs mosási lehetőség. Ezt az önkormányzat és az alapítvány közösen tartja fönn a számokra, és ezt ingyen használhatják. Ingyen használták, egy nagyon fontos ahhoz, hogy a gyermekeink, akik felnőnek, azok egymást tudják tisztelni, és egymásnak a különböző kis dolgait, az, hogy én nem vagyok büdös, tiszta ruhába jövök, már ezt az egészen kicsi kortól megtanulják, hiszen a későbbiek folyamán is együtt fognak ők élni. Az asszonyok szokták megkérdezni, hogy miért nem automata mosógépet használunk. Azt szoktam mondani, hogy azért nem, mert az automata mosógépen van 400 program. Ezen egy program van, az a piros gomb, azt, hogyha megnyomja a dolgozó, akkor megy, ha nem nyom meg, akkor nem megy. Viszont nem lehet elrontani, tehát ez egy hajdú forgótárcsás mosógép, amit nem lehet elrontani, ez elnyűhetetlen, egyszerűen fantasztikus. És ami miatt híresek lettünk, ez semmi más, csak az a körforgás, amit apáink, ősapáink, nagyapáink, dédük, nagyapáink be is tartanak. Az, hogy van saját földünk, van saját gépünk, amely nagyon fontos, hiszen a földet az kellő időben kell mindig megmunkálni ahhoz, hogy termeljen is. Van saját terményünk. Van kondánk is, van az önkormányzatnak kondája, és van saját vágóhídja is, ami szintén fontos. Tehát nem csak a zöldség gyümölcsből, hanem húsból is önellátók vagyunk, disznóhúsból. És ugye ezt saját vágóhídon dolgozzuk fel, van saját hídunk, megy a közétkeszetésbe, és az étel hulladék, ez a moslék, hogyha 24 órán belül megy vissza a disznóhoz, akkor azt megeheti a disznó, ha nem 24 órán belül megy, akkor az közveszélyes hulladéknak számít az Európai Unió területén belül. Erre én azt szoktam mondani, hogy nagyapám 93 éves múlt, a disznóját mindig ezzel letette, tehát moslékkal, és még mindig él, nem rákos, nincs semmi baja, sőt, mondok egy morbid dolgot, a harmadik koporsóját vette meg, tehát ő túlél mindenkit szerintem, én azt mondtam neki, és még mindig él. Azzal szemben az emberekkel szemben, akik a nagy üzletláncokban nem tudom honnan veszik a húst, és ők se tudják, hogy miből van. És ugye van trágyája, és a trágya pedig visszamegy a földbe, visszapótoljuk ugye az energiát bele. Ez egy egyszerű 8-as, csak nem jött ki 8-asra, mert nagyobbak a gurulyák, és a 8-ast elfordítom, az pedig egy végtelen ad ki. Tehát, hogyha ezt csináljuk és ehhez ragaszkodunk, akkor működik a dolog. Hogyha valamelyik már hiányzik belőle, akkor nem biztos, hogy működik a dolog.
Az összes zöldséget, amit meg lehet rozsáiban termelni, azt magunk termesztjük meg. Tehát magunknak ez rengeteg embernek ad munkát. Voltam Belgiumban egy herbária farmon, nagyon sok tanulmányútra hívnak, meg megyek is nagyon nagy szívvel és szeretettel, és kérdeztem, hogy szeretném megnézni a gyógynövényeket, hogy hogyan termesztik őket. És mondta a farmer, hogy nem tudja megmutatni, mert az egyik 16 kilométerrel arrébb van, a másik 9 kilométerrel emelrébb, a negyedik meg 20 kilométerrel lejjebb. És mondtam neki, hogy figyelj, de komám, tudod, hol van rozsáj? Azt nem tudja. Mondom, tudod, hol van Magyarország? Azt tudja. Na mondom, ott van rozsáj, és ha eljössz hozzánk, én mutatok neked banán, ananász meg kávé ültetményt, az egyik 16 kilométerre lesz lejjebb, a másik 30-szor odébb. Nem tudom, miből élnek Nyugat-Európában az emberek, én senkit nem láttam dolgozni. Tehát ezt higgyék el nekem. Most voltam május elején Németországban. Én egy lelket nem láttam az utcán, de a földeken se. És nem tudom megfejteni ezt, hogy miből élnek. Annyit tudok, hogy nem jobbak, mint mi magyarok, csak gazdagabbak. Tehát ez a titok, hogy nem tudom, mitől gazdagabbak, de előbb vagy utóbb megfejtem, és azt szoktam mondani, hogy azt a pénzt nekem ideadják, amit a németeknek adnak, 10 év múlva megelőzzük őket simán, de addig rá kell jöjjek, hogy ők miből élnek, és miért ilyen gazdagok. Minden egyes munkafolyamatot magunk végzünk, tehát nem szívesen hívunk külső vállalkozót, ezért ragaszkodunk azokhoz a gépekhez, amelyeket mi tudunk megjavítani. Tehát ezek egyszerűbb gépek, amelyek működnek, ez egy krumplivető gép, és lássunk csodát, működik, miután meg van javítva, és a krumpli szintén megy be a közétkeztetésre. Tehát a legfontosabb az, hogy a települések felismerjék azt, hogy amit meg tud maga csinálni, azt jó, ha ő csinálja meg két ok miatt, egyrészt mert olcsóbb, mint ha megvenné, másrészt pedig egy minőségi biztosítási garancia is van benne, hiszen az én gyermekemnek termelem meg azt a zöldséget, gyümölcsöt, az én gyermekem fogja megenni, tehát biztos nem fogom elbarmolni valamilyen vegyszerrel, hiszen az a legfontosabb, hogy az én gyermekem megéljen és egészségesen. Isten hozott. Meg egy nagy fekete autó, igaz? Mint a tanúba. Ezt már láttuk, csak a férfiaknak vissza. Sok zöldséges kerttel kezdtünk el foglalkozni, mert egyre bővült a felvevőpiacunk, és akkor mondtam, hogy kerítsük körbe, mert az állatok nem nagyon piszmogjanak, és sokallottam a beton oszlop árát, na akkor csináljunk betonoszlopot. És elkezdtünk betonoszlopot gyártani. Most ott tartunk, hogy szerintem a Fehérgyarmati kistérségben mi vagyunk a legnagyobb eladók, és egyszerűen van rá kereslet. Tehát magam sem értem, hogy eddig miért nem csináltuk, vagy más miért nem csinálta. Tehát megfejthetetlen számomra, és ez is 4 embernek ad munkát. Ugyanis betonoszlop mellett még szárad a betonoszlop, addig térkövet kezdtünk el gyártani, és a térkövet is szintén adjuk el. Ez a betonoszlop, tehát lehet látni, hogy fel van állítva. Ez az iskolába a gyerekeknek, hogy ne járkáljanak a busz előtt. Tehát a saját munkásunkon megvan a saját térkő, és akkor lerakják szintén, hogy meglegyen. Ami nagyon fontos még, és nagyon sok munkát ad téren az embereknek, a legnagyobb gondja az önkormányzatnak a téli foglalkoztatás. Tehát nagyon nehéz, főleg akinek nincs földterülete. 2007-től kezdtünk el foglalkozni vele, hogy a lakosság számára tűzifát biztosítunk. Ezek igen komoly számok, tehát aki el tudja képzelni, mennyi 820 mázsafa, az el tudja a 4000-et is, tehát 5-ször annyi. Ha az fel kéne itt vágni nekünk, akkor igencsak bajba lennénk szerintem, mert nagyon kapkodni kéne. De ami a legfontosabb az, hogy ez szervezett formában történik a kiszállítás. Tehát Rozsályban a biciklis tüzépek megszűntek, aminek különképp örülök. A biciklis tüzép, tudják, Csepel bicikli 80 kiló fával, és tolja a dolgozó haza a fát. Az, hogy honnan van neki a fa, azt nem tudja senki, talán még jó maga se. Ez viszont megszűnt, és így azt kell, hogy mondjam, hogy duplán teszünk jól. Egyrészt nálunk nem fagyott meg egyetlen egy ember se, másrészt pedig megmaradtak azok a fák, amelyeknek meg kellett maradnia. Egy kicsit sok munka van vele, de nem kell aggódni, megéri. Tehát megéri, én úgy gondolom. Mivel van disztónk, kedvezményes sertésvásár is van, ugyanis mi mindig azt nézzük meg, hogy a településünknek mennyi zöldségre, gyümölcsre, húsra van szükség, és úgy állítjuk be a termelést. Tehát szervezetten történik a dolog, nem megyünk mindig fej nélkül a falnak, kivéve itt a betongyárnál, de az bejött, hála jó Istennek. És megvan az, hogy mennyi disznó kell, mennyi krumpli, mennyi karalávé, káposzta, és a felesleget azt pedig értékesítjük a lakosság számára, hiszen ők is dolgoznak ebben a dologban, és ezt kedvezményesen kapják meg. Hiszen ő is benne van, ő is dolgozik benne, tehát neki is mindenképp kell, hogy legyen egy kis haszna rajta. Tehát minden munkát mi csinálunk, lehet látni, ez egy MTZ motor, tehát mi javítjuk a traktort, és építjük az épületeket, és építjük a járdát. Mit építünk még? Építjük a piacot, tehát így le van térkövezve, most már van, nem hívjuk piacnak, tehát ez egy közösségi tér, és itt bárki árulhat bármilyen terményt, vagy terméket, vagy ruhát, vagy éppen ami otthon
nincs, vagy nem kell már neki, azt nyugodtan kihozhatja erre a piacra. Annyi majd az utóbbi időben a határon túlról nagyon sokan jönnek át, romániai magyarok, és ők is árulnak különböző termékeket. Tehát tényleg dolgozunk, lehet itt látni, nagyon jó az a kép szerintem. És mindenféle munkát végzünk, tehát csirityázástól, javítástól. Az idősek is be vannak vonva, ők különböző kézi munkákat csinálnak a babáktól, a rongyszőnyegen keresztül, az intézményekben rongyszőnyegek vannak, tehát nem vásárolunk az IKEA-ba ilyet, hanem azt megcsináljuk magunknak. Mit csinálunk még? Már magam se tudom. Mivel nagyon sok géppel rendelkezünk, beszoktunk dolgozni különböző nagy vállalkozóknak, és ők pusás pénzt fizetnek nekünk ezért, és milyen most is köszönjük, és elvárjuk a következő években is tőlük. Ezt a címet is mi csináltuk, tehát ez szerintem Magyarország legnagyobb Kossuth címere. Nagyon nagy boldogsággal töltött el, hogy ezt is helyi emberek meg tudták csinálni, és nem kellett ezt külsősökre bízni. Amit építettek, csűrt, azt ott lehet látni. A lovakat pedig a gyermekek használják. Javarész póni lovaink vannak. Itt az óvodás és az általános iskolás gyermekeknek van rá lehetőség, hogy lovagoljanak, és ezekkel a lovakkal visszük ki a fát és vagy a terményt az embereknek, tehát ők is dolgoznak. Jelen pillanatban még a vízi szolgáltatás, vízi közmű szolgáltatást az önkormányzat végzi. Még 24 napig, mert aztán az állam átveszi. Mindjárt befejezem egy fél perc. De így biztosított az, hogy a településeken 180 forintért adjuk a vizet köbméterét. Nem tudom önöknél mennyi, de ha hazamennek, azonnal nézzék meg a papíron, és kezdenek el sikítani, hogy Szűz Mária, mi van itt. Van az önkormányzatnak nyári tábora, ahol a gyerekeknek nyelvi táborokat szoktunk tartani, meg biológiások mit tartanak? Erdei tábort, így van, tehát ezt is a gyermekek ingyen megkapják, és részt vehetnek ezekben a táborokban. Gyorsítok, jó? Vannak szolgálati lakásaink, van egy helyi tévénk, ez a Rozsály Televízió, ez információk strázának szoktam hívni. A települések legnagyobb gondja az, hogy én nem tudom már, hogy a harmadik településen mi van eladó, vagy mi nincs. Nézzék meg, a magyar falvak szinte nem elég, hogy bezárkóznak az emberek, még a falvak is bezárkóznak. Ezt a televíziót 14 településen lehet fogni, Rozsályi felajánlomáson is, és tehát mindent tudunk. Tehát akinek kukorica van eladó, az, akkor az van rajta a televízión, ha egy Simpson motor, akkor Simpson motor van rajta, ha koca van eladó, akkor koca van rajta, ha Szeretlek Pista Mari, akkor Szeretlek Pista Mari van rajta, mert ilyet is lehet rajta küldeni. Tehát ez egy információ stráda, ahol az információ cserél gazdát, és tudjuk azt, hogy ez a legfontosabb ma, az információ, amely körbevesz minket. Ez a teleház, így nézett ki előtte, saját dolgozónkkal lett felújítva, most így néz ki. Akkreditált ECDL vizsgaközpont vagyunk, angol informatika meg kereszt is oktatnak ebben a teremben. Milyen lehetőségeink vannak, gyorsan mondom. Szatmárnémeti tőlünk 25 kilométerre van, 120 ezeren lakják, nagyon nagy lehetőséget látok benne, most, hogy remélem Románia belép a Schengeni övezetbe, még nagyobb kereskedelmi potenciált lehet belőle kihozni. Van egy helyi piac.hu történetünk, amelyen helyi árukat lehet árusítani. Van egy Szatmár Izek háza szociális szövetkezet, bánom, hogy nem voltam itt az elején, szívesen belehallgattam volna a szociális szövetkezetbe. Én is tudtam volna egy-két cifra dolgot mondani. Van egy bányatavunk, csináltunk rá egy horgászegyesületet, ezt már csak a közösségformálás miatt mondom. Ez a kavicsos bányászok, kavicsos horgászok baráti köre. Nagyon tiszta vize van, 10 méter mély, és nagyon jó közösség van. Mondjuk a barátom azt mondta, hogy szerencsénk van, hogy nem homokbányánk van, mert akkor homokos horgászok baráti körének lehet volna elnevezni a céget, és így a kavicsos horgász is sokkal jobb. Ami szintén egy kis utánajárással járt, Rozsály 15 kilométeres körzetében, mint ahogy látják, 300 tonna, tehát 300 mázsa venyigét vágnak le az alma és gyümölcsfákról. Ezt javarészt elégetik. Ez egy akkora erőforrás, amit nagyon kevesen használnak, vagy vettek észre. Szerencsénk volt, észrevettük, ezt mi már bálázzuk. Jelen pillanatban két bálázóval rendelkezünk, ezzel fűtjük az intézményünket, az iskolát kezdtük el idén januárban, mikor bejött ez a nagyon nagy hideg, és két hónap alatt 2,5 millió forintot spóroltunk meg azonnal vele, tehát bődületesen nagy összeget lehet belőle kihozni. Most elkezdtük az energiafűzt is, egy picit belecsíptünk, ha bár én annyira nem kedvelem, de meglátjuk, hogy mi lesz majd a vége. Bízom benne, hogy ezt is fel tudjuk majd használni. Én pedig köszönöm a figyelmüket. Ez egy régi kép, még ne tapsoljanak. Azt mondtam, hogy ha addig élek is, a hivatalt fogjuk akadálymentesíteni, és csinálok egy horgásztavat a gyerekeknek. A hivatal lett akadálymentesítve, és lett egy horgásztó a gyerekeknek. Ez Portugáliában Szintra a királyok városa, az pedig az Atlanti óceán. Ez pedig életképek Rozsályról, hogy mit is csinálunk, tehát dolgozunk, hobbizunk, van egy nagyon jó crosspálya a falu határában, nagyon jó versenyek vannak nap, mint nap, van fogadhajtó verseny rajta.
És hála jó Istennek születnek gyerekek is, hiszen ez a legfontosabb. És akkor most ez az álmom, mivel azt már megvalósítottam az én, mint azt a halastavat, meg azt a valamit, hogy egy malmot szeretnék Rozsályba, és szeretném a várkastélyt felépíteni. Fehérgyarmati kistérségben 39.473-an lakunk, ez az ember mennyiség évente 1.726.000 darab kenyeret eszik meg, és ugyanennyi kiflit zsömlével együtt. Ebben nincs benne a turósbukta, a lekvárosbukta, a mákostejszta, és képzeljék el, nincs egy malom a környékünkön. Éves szinten 2 millió kilogramm az a minimum liszt mennyiség, aminek szüksége van ennek a térségnek, és én most emellett kardoskodok, hogy egy malmot tudjak összehozni Rozsályba, és holnap, ha Isten is megengedi, akkor megyek ki lábatlan piszkére megnézni a Olli és Sanyiék malmát, és remélem lesz. A várkastély pedig az egy romantikus állam, de azt sem vetjük el, hiszen bármit hozhat a jövő. Köszönöm szépen! Én akkor hirtelen továbbadnám a hegyi úrnak, és utána majd kérdezek, meg kérdezünk. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hegyi Győző vagyok, Baranya megyéből, Egerágról jöttem, ez nagyon világít a szemembe. És én egy kicsit árnyaltabb képet fogok festeni a baranyai közállapotokról, illetve az egerági közállapotokról. Bár nagyon sok hasonló törekvésünk van, mint a rozsályi példából lehetett követni. Ugye önök közül nagyon sokan tisztában vannak azzal, hogy Baranya megye az elmúlt 20 évben sikeresen leküzdötte magát az élmezőnyből a megyék rangsorába az utolsó helyek egyikére éppen. Most nem tudom, hogy állunk, de az utolsó kettő közül válogathatunk. Ennek az egyik oka az, hogy a megye korábbi ipara, az a szén és az urán bányára épült. Ugye, amikor bezárták a bányákat, akkor gyakorlatilag a megye ellehetetlenült. A megye egész ipara az gyakorlatilag elveszítette a bázisát. Ez igaz a péktől a vasmunkáson át az asztalosig, mindenkinek megszűnt az élettere. Ezt tetézte 90-ben az, hogy szétverték a mezőgazdasági nagyüzemeket, és szétlopták őket. Rozsály szerintem kuriózum az országban, ahol az akkori képviselőtestület, illetve a polgármester úr szemfülessége révén meg tudta szerezni azokat a földterületeket, erdőket, réteket, legelőket, szántókat, amelyeket az önkormányzat használt. Ez máshol, és így nálunk is, Egerágon ellopásra került. Gyakorlatilag elnézést kérek, budapesti ügyvédek, orvosok, egyetemi tanárok szerezték meg a földterületeknek, az erdőknek, a réteknek, a legelőknek a nagy részét. A réteket, legelőket feltörték, megpróbáltak azokon az ős gyepeken mezőgazdasági kultúrát folytatni, ami soha nem volt erre alkalmas. És itt engedjék meg, hogy közbeszúrjam csak, Magyarországon, én, ha rajtam múlana, a kutya nem hallgat meg, de ha rajtam múlana, akkor nem engednék úgy gabonát termeszteni, hogy nem tenyészt állatot a gazda. Erre majd visszatérek a későbbiekben. Nyilván ez a képlet, ami Baranyára jellemző, ez Egerágra is levetíthető. Amikor a TSZ megszűnt, akkor a lakosságnak a tanulatlanabb rétege az gyakorlatilag munkanélkül maradt. A nehéz anyagi helyzet hozta azt, hogy a pécsi lakosok egy része, ugye Pécstől mi 15 kilométerre helyezkedünk el, pécsi lakosok egy része az akkor még értékes ingatlanjaikat eladták, falun töredékéért vásároltak ingatlant, és azt gondolták, hogy majd csak lesz valahogy. Csak azzal nem számoltak, hogy ők soha nem laktak falun, nem ismerték a falusi életet, nem tudták, hogy a falusi élet az bizony azzal jár, hogy meg kéne művelni a kerteket, el kéne dobálni az utcán a havat, le kéne a ház körül nyírni a füvet. A példa ragadós, ugye az volt, hogy a főleg az a réteg, aki nem rendelkezett munkával és segélyre szorult, az a réteg átvette ezt a mentalitást. Eleinte a kiskertek helyén a nemzetközi üzletláncokba kapható műanyag úszodák vagy ilyen fürdők kerültek kihelyezésre. Aztán, ahogy elfogyott a pénz, úgy egyre inkább felverte a gaz ezeket a területeket.
Azok a szülők, akik ledolgozták, ilyen 45-ös éves korosztályra gondolok, akik ledolgozták az életüknek a javát tisztességes, becsületes munkásként, azok alól tulajdonképpen kilopták a gazdaságot, és így a tudásuk, a forgácsolónak, az esztergályosnak, az ívheggesztőnek a tudása elavultá vált, és ugye most könnyen kommunikáljuk azt, hogy mi ez a tudás elavult, és nem uniókompatibilis, pedig ez nem igaz. Ezek kiváló szakemberek voltak annak idején, a maguk idején, és nem ők tehetnek arról, hogy a gazdaságot kilopták alóluk. Körülbelül ez a képlet, ez így nézett ki az elmúlt év tavaszáig. Folyamatosan bombáztuk a mindenkori, én 11 éve vagyok polgármester, a mindenkori kormányzatot különböző túlélési praktikákkal, ötletekkel, de ezek felesleges időtöltésnek számítottak, mert igazából senki nem foglalkozott a kérdéssel. Az elmúlt év tavaszán kaptunk egy lehetőséget az értékteremtő közmunka végzésére. Ugye itt is látszik, hogy a hozzáértés, mert tavasszal kezdjük el a mezőgazdaságot építeni. Ugye igazán a mezőgazdaság az az őszi mélyszántással kezdődik, amikor fölszántom a megtrágyázott földterületet, azzal azért, hogy majd abba valamit termeljek. Mi sem vagyunk mezőgazdászok, nem is értettünk a szakmához, ezért megkerestük azokat az idős parasztasszonyokat, akik még tudták, hogy hogy kell kiskertet gondozni. Nekiálltunk, és 6 hektáron hagymát és burgonyát termesztettünk. A hozzáértésünk ellenére az ég kegyes volt hozzánk, idő is jó volt, hihetetlenül jó termésünk keletkezett, amit egyrészt piacon tudtunk értékesíteni, másrészt szociális célra tudtuk fordítani, illetve az idei évnek az alapanyagát, a vetőmagot meg tudtuk termelni. Az idei évtől részt veszünk a Start Munka programban, amit már a tavalyi év második felétől lehetett hallani, ilyen suttogó folyosói pletykaként, hogy hamarosan be fogják vezetni, senki nem tudta még, hogy hogyan, mi lesz ebből. De mi bátrak voltunk, és egy komplex programot készítettünk erre vonatkozóan. Ez úgy néz ki, hogy az önkormányzat még meglévő a nemzeti földalaptól a megkapott állami föld és bérföldeken növénytermesztést végzünk. A növénytermesztésnek alapvetően két része van. Egyrészt takarmánynövényt termesztünk, másrészt meg kertészeti kultúrát végzünk. Erre épül egy állattenyésztési részlegünk, ami most jelen pillanatban sertés tenyésztéssel, sertés hízlalással és tartással foglalkozik. És erre alapvetően két alapágazatra épül rá az óvodai iskolai konyhánk, a helyi piacunk, amit most alakítottunk ki. Novembertől indítjuk a húsboltot és a húsfeldolgozónkat, ami jelenleg engedélyezés alatt áll. Ugye Magyarországon, itt a kollégám az említette, hogy Magyarországon nem feltétlenül az uniós szabályokat betartva kéne laboratóriumi körülmények között előállítani azokat a terményeket, amiket több évszázada sikeresen termesztenek, és azokat az állatokat, amelyeket jelenleg ugye a disznóhús 100%-ban, a marhahús 98%-ban külföldön kerül hasznosításra, mivel gesszük az argentin dögöt, ki tudja mikor lefagyasztott állatot, és erre nagyon-nagyon könnyen rászoktunk, mert a falusi ember az inkább elmegy és megvásárol, nagyon rosszak a tapasztalataim, inkább elmegy és megvásárolja a kereskedelmi láncokba a húst, mint hogy maga tartana otthon állatot. Mondjuk az uniós csatlakozást követően néhány hónapon belül ki is ürültek a falvak, mert lehetetlenítették a parasztot, és nem volt lehetősége az ő általa megtermelt, előállított állatot értékesíteni. Tehát mi is felépítettük a magunk kis gazdaságát, ami úgy gondoljuk, hogy a jövőbe mutat. Azt még elfelejtettem mondani, hogy ahogy kialakult ez az igen sanyarú gazdasági helyzet, nálunk az volt tapasztalható, hogy akinek volt pénze, a gyerekeit elkezdte tanítatni egyetemeken, főiskolákon, aztán ezek a gyerekek elvégezték a főiskolát, elvégezték az egyetemet, megszerezték a másoddiplomát, és otthon vannak a szülői házba, mert nem kapnak munkát, és nem tudnak önálló lábra állni.
Lehet látni a tévében, a híradásokban sokszor, és itt ellent mondanék valami ilyen tekintetben neked, hogy osztogatják az állatokat, bizonyos mennyiségű takarmányt a rászorulóknak, és megpróbálják állattartásra szoktatni az embereket. Én 5 évvel ezelőtt az akkori gödöllői gémmegőrző állomásnak a segítségével, a jelenlegi Kátkinak a segítségével 6500 őshonos magyar baromfit osztottam szét a településen. Akkor még elég botor módon, mert nem kötöttem a leendő gazdákkal írásos megállapodást. Hát volt olyan állat, amit kiosztottunk 11 órakor, 1 órakor már eladásra került, és mi hagyományosan magyar lakta település vagyunk. Tehát a nem igazán számít a származás, a mentalitás számít. Tehát én ebben nem hiszek. Nem hiszek. Én abban hiszek, hogy a megalakult szociális szövetkezetünkbe végezzük a tevékenységet, a munkabért kifizetjük a dolgozóknak, és innen pont. A felelősség az pedig a szociális szövetkezeté, az önkormányzaté, illetve azért a 10 civil szervezeté, aki ezt a tevékenységet segíti a településen. Ugye teljesen bio a dolog, nálunk is mi is lóval dolgozunk, néhány nagy gazda van ott nálunk, meg a környezetünkben, ők mondták is, hogy beütöttem a fejemet a mai viszonyok között, nem lóval kell szántani, meg lóval megdolgozni a földet, hanem a modern traktorokkal, csak a modern traktorokhoz olyan képzett munkaerő kell egyrészt, másrészt rettentő sok üzemanyagot fogyasztanak, rettentő sok a karbantartásuk, a ló meg, itt hallottuk az előbb a rozsai példa alapján, hogy mi mindenre nem jó. Mi vagyunk az első olyan település az országban, akik most már több mint 3,5 éve bevezették az iskolai kötelező lovas oktatást tanrendbe. Ugye folyamatosan bombáztam én egyrészt a politikát, másrészt a szakmát azzal, hogy kérem, nálunk ez működik, amit most a parlament itt a nagylovas program kapcsán kitalált, az nálunk működik, önkormányzati tulajdonban lévő lovakon saját egyetemet végzett lovasoktató segítségével kiválóan működik a történet. A kutya nem vette figyelembe azt, hogy nálunk ez működik, megpróbálták kitalálni ugyanazt, amit mi működtetünk most már több éve sikeresen. És hát azon kaparkodunk, hogy kapjunk mi is valamiféle állami normatívát majd, vagy állami segítséget, mert ugye egyrészt saját pénzből, másrészt civil szervezetek támogatásából tudjuk ezt fenntartani, ezt a dolgot. Én nagyon hiszem azt, hogy... És itt biztos, hogy nagyon sok ellen vélemény hangozhatna el, hogy a mai magyar társadalomnak a nagy része, és itt a falusi emberekre gondolok elsősorban, az nem alkalmas arra, hogy önállóan mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységet végezzen. Ezeket az embereket meg kell tanítani újra a szakmára, meg kell tanítani arra, hogy kell hozzányúlni az állathoz, hogy kell hozzányúlni a földhöz, hiszen én nagyon hiszem, hogy ezt a nemzetet, ezt mindig a föld, a mezőgazdaság húzta ki a bajból. És most is, ha körülnézünk kicsit a nagyvilágba, nagyon nagy bajba vagyunk. Én köszönöm szépen, nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre. Röviden ennyit tudtam elmondani. És akkor hál' Istennek közben megérkezett Virányiné dr. Reichenbach Mónika, és át is adnám neki gyorsan a szót, hogy még egy példát meghallgassunk. Elnézést a késésért, de én közben anyuka is vagyok, és a gyerekek közül 3-at össze kellett szedni útközben. Hát addig én mondanék pár szót. Pázmánd község, aminek én a... Hát így mondják manapság, hogy az első embere, de inkább a legnagyobb szolgája vagyok. Az a Velencei tó mellett 2097 fővel terül el. Nagyon jó helyen vagyunk, hiszen a Balaton-Budapest tengelyben az M7-es autópálya mellett egy szinte toszkánai környezetben igen kis tudatosan élő közösség a miénk, és ezt én még próbálom a jelenlegi értékekben még inkább erősíteni, illetve felhasználni.
Hát így látható, kicsit arrébb. Köszönöm. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy polgármester a saját példájával is ugye előjárjon. Én 3 gyerekes anyuka vagyok, és a manapság a munkahelyteremtés mellett ugye a nőknek a munkavállalásánál mindig szoktak közösségi berkekben emlegetni, hogy lehet karriert csinálni és gyereket vállalni, hiszen 31 éves vagyok, és van egy 9 éves, 7 éves, meg egy 5 éves gyermekem. 3 gyerekem, 3 diplomám van, tehát nem lehetetlen. Igen, én hiperaktív vagyok, lehet ez másoknak nehezebb, de meg lehet csinálni. Emellett ugye a munkahelyemet is nagyon fontosnak tartom, és készültem is. Nem erre a feladatra, hiszen jogász PR szakértő végzettségem van, illetve a rendőrtiszti főiskolán szereztem az első diplomám, de valahogy az sors úgy hozta az élet, illetve a közösségben élők felkérése, hogy ezt a pozíciót látom el jelenleg. Emellett nagyon sokat vár a karitatív tevékenységeket, Csíkszeredában, Nyári Egyetemen tanítok vidékfejlesztést, Vöröskeresztet, Devecserben is ott voltunk ideig az Iszabban, illetve egyéb ilyen dolgokat is felszoktunk karolni, közösségi szinten is és személyesen is. Én nekem ez a mottom, amit nagyon fontosnak tartok, és úgy érzem, hogy ez lehet, hogy néha kicsit kiri a kivétel az itt jelenlévők a mai politikai viszonyokból, de nagyon jó lenne, ha mindenki ezt így tartaná és így tekinteni. Hát ez csak egy kicsit kép arról, hogy mi hogy nézzünk ki. Azt elmondanám, hogy fontos az, hogy manapság munkahelyteremtésről ténylegesen úgy lehet beszélni falvakban, hogyha ott furcsa ez lehet az itt lévő nem magyarországiaknak, hogyha 8-osztályos iskolával rendelkezik, óvodával és szinte minden infrastruktúrával, ami megtartja az ott élőket, és nem kezdődik el egy elvándorlás. Én ezzel a mottóval indultam, melyben most a munkahelyteremtésről kell ugye beszélni és arra fókuszálni, de szerintem, ha végignézzük, minden mindennel összefügg, hiszen munkanélkül nincsen jövőkép, a családot nehéz eltartani, a biztonságot így már nem lehet nagyon megteremteni. A természetet úgy lehet ötvözni, hogy a fenntartható fejlődéssel összhangba kell azért a munkahelyeket kialakítani, az ott élőkre is figyelni, nem csak arra, hogy minél többet dolgozzanak, hanem szeressenek is dolgozni, hiszen ha motiváltak, akkor sokkal eredményesebb a munkájuk is. A hagyományok azért fontosak, mert ha nincsenek az emberek tisztában múltjukkal, nincsenek gyökereik, akkor nincs mi oda kösse őket egyetlen egy településhez sem. És ha vannak is élő hagyományok, azokat ápolni kell, ha nincsenek, vannak, mindenhol vannak, de ezeket erősíteni, ez a minimum, amit meg kell tenni egy vezetőnek. És utána, hogyha ezek mind megvannak, és ezekre így figyelünk összességében, akkor beszélhetünk fejlődésről. Hát ez nagyon fontos, hogy mindig alulról kell építkezni. Mi egy nagyon kis furcsa település vagyunk, pont ma is mondták nekem. Nálunk van utcabizalmi rendszer, nem tudom, ezt valaki hallott már erről a hálózatról. Tehát nálunk minden egyes utcában van egy gyütmentés, egy őslakos, akiknek együtt is kell dolgozni, és havonta, két havonta találkozókon megbeszéljük a problémákat, amik a lakosság részéről érkeznek felém, illetve én is megosztom velük azokat, amik az önkormányzat vezetésével összefüggésben, akár a stratégiával összefüggésben, akár a mindennapi életünkben ugye előfordul, és amikkel szembesülök. Ez egy olyan kétirányú kommunikáció, mely folyamatos, és az emberek tudják, hogy nem csak 4 évente kellene, hogy választhatok, és majd lehet puncsolni, hanem tudják folyamatosan követni, hogy mi folyik, és folyik-e valami, illetve ki mit csinál abban a közösségben, ha már megválasztották. És a legfontosabb azt, amit nem én mondtam, hanem egy nagyon tapasztalt szakember, mert nekem van, ugye nagyon fiatal vagyok, én nekem van egy úgymond vének tanácsa, már mondták, hogy így ne nevezzem őket. Bennük vannak nagyon híres közgazdászok, közszférával foglalkozó szakemberek, befektetők, legnagyobb adófizetőink, stratégiai igazgatója az egyik banknak. Őket én nem ismertem eddig, előtte, hanem egy értéktérképet készítettem a falura minden lakosáról, főleg hát a munkaképes lakosáról, munkaképes korú lakosságáról. Ezekben nagyon egyszerű kérdések voltak, ezt az utcabizalmik vitték ki, és gyűjtötték össze. Kinek mi a végzettsége, szakképzettsége, milyen szakértelme van, illetve milyen nyelvtudással rendelkezik, illetve mi az, amivel a közösség építéséhez hozzá tud járulni, mi az, amivel fejleszteni tudja a közösségét. Mindenki visszajelzett, és nagyon jó dolgok jöttek. Hát utána nem biztos, hogy mindenki tisztában volt vele, ami utána következett, mert utána jött, hogy
Hát akkor önkéntesen nagyon szeretnénk, ha részt vállalna tényleg. Így készült el a település vízrendezési karbantartási terve, amelyet egy helyi, az értéktérkép alapján ugye nyilvánvalóvá lett vízügyi mérnök készített el nekünk társadalmi munkában ingyen. Úgyhogy ilyenek, ezek is ilyen hasonlók követték, illetve a Végnek tanácsa mellett ezek a szakemberek is mindig, és higgyék, hogy 2000 emberből találtam mindenre vonatkozóan szakembert a faluban, aki azért segít, mert a saját életét teszi jobbá, és tudja, hogy akkor neki is jobb lesz, illetve látja, hogy minden tanácsa eredményre lel, és tényleg hozzájárulhat a településnek a jobbulásához, szépüléséhez. Hát ezektől már nagyon sokat elmondtam, hálózat az utcabizalmi házatunk, az értéktérkép, és az értéktérképen azok is kijöttek, hogy kik azok, akik támogatást várnak, és nagyon sok olyan példánk van, hogy egy cégtulajdonosnak tudtunk ajánlani, hiszen tudtuk, hogy az ő profiljának megfelelő az, aki lehet a negyedik szomszédban lakott, de nem tudta róla, hogy neki nincs munkahely, neki meg olyan szakember végzettség kellett. Igen, így teremtettünk, úgy érzem, hogy sokszor egymás mellett élésből együttélést, és az emberek tényleg újra a vidéki életet kezdték élni, sokkal többet járnak össze. Nálunk amúgy is Pázmán, egy olyan különleges kis település, ahol több mint 20 civil szerveződés van, tehát mindenki megtalálja a magának valót. A legkisebb Baba-Mama klubtól, ahol még a pocaklakók már ugye aktívan közreműködhetnek a helyi életben, a nyugdíjas klubunkig minden. És nem lehet semmi pénzkérdés, amiket így elsoroltam, ezekhez nem kellett költségvetési sorok. Néha egyes képviselők kérdezik is, hogy hát egy polgármesternek az olyan képviselő testület döntésén kéne végrehajtani csak, te meg annyi mindent csinálsz, hogy csak a fejünket fogjuk. Ez nem pénzkérdés, ez nem kapcsolódik költségvetési tételekhez. Igazából mind a Vénetánácsa, mind az utcabizalmi házat az én munkámat segíti. Hát a képviselőknek igen nehéz helyzetben vannak néha, hogyha az utcabizalmi hálózat által egyhangúan jóváhagyott kérések kerülnek az asztalra, például egy egyszerű füstrendelet kapcsán, mert az már úgymond a nép szava, és sokkal inkább, mint egy-egy képviselőjé. Ezeket mind rendszerbe kell ugye látni, és én próbálok arra összpontosítani, hogy ne csak az én fejemben legyenek ezek benne, mert az baj, hogyha csak egy ember fogja ezeket össze. És amit célul tűztünk ki, ezek, hogy önmagunkat eltartsuk és fenntartsuk. Most már elérjük azt, próbáljuk, hogy tényleg a stratégiai tervünk az most már kész. Nem volt egyszerű, de egy ilyen SWOT analízist követően, mely egy nagyon egyedi, és nem mondhatom még el, mert azt, akivel készítettük, ő mondta, hogy majd ezt később, mikor már kész lett és társadalmasítás alatt, akkor majd a nyilvánosság elé hozzuk. Tehát azokat az embereket szedtem össze, akiket úgy érzem, és teljesen minden politikai és érdek volt polgármesternek az emberei közül is van, érdek nélkül, akik hosszú távon visszamenőleg is, és előre is tudják látni, hogy mi a jó a településnek, mik azok a célok, amiket fontosnak lehet tartani, de ezek most mennek társadalmasításra, először a főbb civil szervezetek vezetőivel, képviselőivel, utána az utcabizalmi hálózattal, és végül a település egész lakossága felé is, majd online felületen fogjuk ezt a stratégiát társadalmasítani, hiszen nem szabad sem személyhez kötni, sem pedig politikai eszmékhez, hanem alapcélokhoz és jövőképalkotáshoz. Úgy érzem, hogy nagyon jó anyag lett, és ez nem olyan, ami statikus, hanem igenis ez úgy fog változni, ahogy az emberek hozzátesznek, és úgy fognak módosulni az egyes prioritások is majd ebben a sorrendben, akár az erősségekbe, akár lehetőségbe, itt vagy gyengeségénket is lehet máshogy látják, ahogy ők látják, és hogy a többség majd ezt meghatározza. Úgy érzem, megvan nekünk az irányunk, hiszen én nem az alapján, nem én találtam ki, hogy 3 gyerekes vagyok, akkor legyen gyermekek királysága, mert ez nekem milyen jó, hanem én azt vettem észre, hogy a hozzánk betelepülők mik azok az elvárások, amiket ők fontosnak tartottak a betelepülésekkel, és a minket, hogy kiválasztottak, az sokkal inkább adott nekem hiteles képet, mint az, hogy mi belülről magunkat hogyan látjuk. És ez jött ki, hogy azért, mert a környezetünk természeti értékeink, és azok védelme fejlesztése miatt, ez az otthon, hogy a Pázmád otthon a természetben, illetve a gyermekek királysága. De most már egy teljesen civil kezdeményezés, ez a Mesefalu Pázmádon, nem tudom hányan hallottak esetleg róla, meg lehet nézni, külön bloggal rendelkezik, és
Facebookon szerveződő csoport, melynek már több mint 300 tagja van, ennek csak a fele helyi. A többiek közül pedig folyamatosan érkeznek betelepülők hozzánk, már három gyerekes család telepedett le azóta, mióta elindult ez a kezdeményezés. És azért Mesefalu Pázmándon, mert itt találták meg azokat az hasonló gondolkozású embereket, és itt lehettek úgymond otthonra ezek az eszmék, amiket ők fontosnak tartottak, ez a fenntarthatóság, környezeti nevelés, amiket mi már évek óta csinálunk ökonapok és egyéb rendezvényeink keretében. De ő nekik ez még, illetve nagyon sok szakember van köztük, akik nekünk meg segítenek abban, hogy még inkább ezeket a fenntartható fejlődéssel ágyazott munkahelyteremtő beruházásainkat megvalósítsuk. E hagyomány értékápolásban is ugye elsőként járunk. Az önkéntességről beszéltem, hiszen a településen lakók nem csak az egyes emberek a szakmaiságukkal segítenek, most is 150-en voltak azon az önkéntes napunk, amit a Földnapján tartottunk, és azt, amit tavaly itt ezt a kosárlabdapályát elkészítettük, rájöttünk, hogy hát ez a kicsiknek jó, de a nagyoknak nagyon pici, és most az háromszor akkorát készítettünk belőle. Festettek az önkéntes fesztiválnak a vendégei, a Zöldkatlan Fesztivál vendégei, településünkön utcabútorokat, utcapadokat készítettek a lakosságnak, ami meg közösségformáló erővel bír. És ráfókuszálva hogy a munkahelyteremtésre, célul tűztük ki az egészséges táplálkozást a saját konyhánkban, mert teljesen az ANTS új nyersanyag normatíváinak, nyersanyag kiszabati mutatóknak megfelel, ezt elmondhatom, bár ezt nem sokan nézik, de mi nagyon szigorúan. Ténylegesen a margarinokat kicseréltük vajra, teljes kiőrlésű gabonából készült ételeket kapnak, és szakemberek, helyi dietetikusok és egyéb szakemberek monitoringozzák teljesen ingyen, folyamatosan, hogy milyen ételt kapnak a gyerekeink. Most tárgyalás vagyok az egyik helyi cég, magyar céggel egy sütő beszerzésére, és azzal szeretnénk, illetve az egyik szakács, akinek ez a rögeszméje, annak a segítségével szeretnénk még ezt is, az egészséges ételeket a gyerekeknek jobban fogyaszthatóvá tenni, hogy mondjuk hogy lehetessük meg velük a spenótot, mert azért ezt is meg kell tanulni. És ezt mind helyi termelők terményeivel. Itt akkor vissza ideugornék, hogy ugye a helyi termelők terményei most 40% az elért, de kb. 80% a célunk. Az állandó piac biztosításánál nem csak mi vagyunk, mint intézményi felvásárló a piac számukra, hanem most már, hogyha belemennek, hogy naturkosár, az interneten, ez az érdi naturkosár, egy bevásárló közösség, akik folyamatosan vidékről szerzik be a megbízható alapanyagú és származású élelmiszereket. Itt most már nagyon nyomulunk, 12 családunk van benne, és a nénik meg vannak halva azért, hogy minden soskámat elvitték Móni, már csak azt nem vitték, ami be van betonozva, mondta a sajtos. Ezzel piacot teremtettünk, és imádnak idejárni Budapestről a vásárlók. Nagyon jó helyzetünk van, tényleg 20 percnyire vagyunk, de lejönnek, apuka megiszik egy pálinkát, a gyerekek el vannak az állatok, anyuka meg tudja, hogy mit honnan szerez be, és az megbízható, és ez a bizalomra épül. Itt nincs ANTS, itt nincs APEC, ez teljesen bizalmon alapuló vásárló közösség. Emellett ugye nagyon fontos a munkahelyteremtésben az, hogy minden generációnak próbáljunk ugye nyújtani lehetőséget, ne vándoroljanak el a fiatalok, mivel nem megy el, mivel fog egy nő gyereket vállalni, ha tudja, hogy valahova teheti azt a gyereket majd. Létrehoztuk az ország legolcsóbb családi napközét, ezt nyugodtan mondom, a Kossuth Rádióban volt egy műsor, ahol elhangzott, a gyes összegében maximáltuk mi önkormányzat a térítési díját a családi napközinek. Nem bölcsöde, mert arra képtelenek voltunk egy bölcsödét annak az egészségügyi előírásainak eleget tenni. Családi napközit hoztunk létre, és olyan csavart vittünk bele, hogy mi önkormányzat hoztuk létre. 500 000 forintért mi alakítottuk ki a helyiséget. Egy üres helyiséget szerintem minden önkormányzatnál van. Ez az óvodánkban van, eddig is fűtve volt, eddig is fizettünk rá minden rezsit, csak éppen üres volt. Most ezt odaadtunk egy non-profit KHT-nek, és annyit kértünk cserébe, hogy maximáljuk a térítési díjat. És így az anyukák nagyon örülnek neki, mert nagyon rugalmasan, tehát ha 3 nap dolgozik, 3 nap, van, amikor este 8-ig kell vigyázni az egyik kislányra, akinek állatorvosok a szülei, akkor addig vigyáznak rá. És megvan a térítési díj, amely tényleg igazódik a mai női kereseteknek az átlagához. Tehetség, ja, ez az angol nyelvet, egy angol dajkát vettünk fel, úszást és népművelést vezettünk be az óvodától, kertészkedést, van kis kertünk
a magyar nemzeti vidékhálózat, itt látom Andreát hátul ülni, ők nagyon sokat segítenek nekünk szakmailag. A gyógynövényes kertünkre, mert múltkor vittem a szakembereinket Halénbál egy konferenciára, mert az lesz az iskolában. Az óvodában is a vesbelemagad.hu-ba ben voltunk, a gyerekek vitték haza, hiszen sajnos újra kell megtanítani az embereket, hogy otthon nem füvet nyírni, hanem kertészkedni kell. Tehetséggondozás, önköltséges tábor, médiatábort, csajos tábort, amikor a foci tábor van, azt szervezzük, illetve ökofotós tábor, de nemzetközi szakemberekkel visszük a gyerekeket a Hír TV-től kezdve a katolikus, tehát minden médiumba azért, hogy lássák, és olyan szakember, például Mészáros András, a BBC-nek az évfotósa pályázatán lett kiemelkedő, az a hangyás, amikor szívja a vízcsebből, na az az övé, ő két napot fog a gyerekekkel tölteni, teljesen ingyen, és segíti őket. Nemzetközi kapcsolatban, ezzel nem beszélek többen, zöld beruházásokat ez alapján kezdtük el, Bioborrmúzeumunk össze fog nyitni, és a vadvédelmi központunkban pedig most már a Dám vadrezervátumot kezdik kialakítani. És a diáklovasport, hát igen, nekünk most épül a fedett lovardány, de remélem össze mi is be tudjuk vezetni majd a felső tagozatosoknál. És van falukertünk, ez egy másfél hektár, mi nem gazdálkodunk még így, meg szerintem nem is nagyon fogunk, mert igazából mások azok, amiket fontosnak tartanak az emberek, és szeretném, ha otthon csinálnák ők mindezt, de azoknak, és hála Istennek nálunk nincs annyi, nem olyan magas a munkanélküliség, de azoknak, akik úgymond azt mondják a formát, segélyezettek, de nem igaz, mert állami támogatást kapnak, akárhogy is hívják éppen aktuálisan, ők nem kötelezően, hanem kérésemre gondoznak egy kertet, és az itt vezetett munkanapló alapján értékeljük a munkájukat. Ebbe tavaly is és idén is 1000 kiló vetőkrumpli volt. Szereztem idén 3-4 kiló csemegekukoricát, 2500 palántát vetettünk el ebbe a kertbe, és ezt ők kapálják, öntözik, gondozzák, és figyelik is és őrzik. Jobban, mint más a kertjét, higgyék el. És azt is tudják, hogy ki mennyit dolgozott, és utána mennyit viszel. Mert ők is kapnak a megtermelt javakból, és tavaly benn volt, azt hiszem a Népszabadságban volt, hogy pont egy 65 éves roma hölgyet kérdeztek meg, mert hát persze a sajtó arra figyelt, és nálunk nem annyira nagy, tehát három család van csak, és megkérdezték, hogy hogy kerül ide, és mondta, hogy hát ő eddig nem tudta, hogy ilyen jó kertet gondozni, és utána otthon is elkezdte. Tavaly össze már bennem kellett megnézni a frissen készített spájzot, és hogy hol vannak, és miket, hogyan kell, és eddig nem csinálta. Nekünk ez is nagy eredmény, hogy már egy ember elértük, és tudják, mi a jó? Az, hogy az adófizető állampolgáriknak elmondhatjuk, hogy nem a ti pénzetekből élnek, nem a ti nyakatokon, hanem igenis saját magukért tesznek, ők meg tudják, hogy ők nem segélyezettek, hanem a munkájukért kapnak támogatást. Hát, és szerintem ez meg nagyon fontos, mert sokan, amikor elindulnak fölfele, bárhol is vannak, akkor mindig elfelejtik, hogy na, honnan jöttél te, és ez nem csak egy vezetőre érvényes, hanem mindenkire, aki akár anyagilag, akár szellemileg egy magasabb szintre eljut, örüljön neki, csak sajnos meg kell tanulni, mint az elején mondtunk, hogy akinek sokat adtak, akkor többet kérnek számon. Tehát mindig segíteni kell másokon, és ezt én nem csak a saját, én nekem is jobb a lelkiismeretem, mert én nagyon, nagyon boldog vagyok, hogyha valakinek tudok segíteni, és úgy vettem észre, hogy sok falun belém is, mikor elvittem őket akár Devecserbe, akár egy olyan óviba, ahol hátrányos helyzetű gyerekek voltak, vagy hajléktalanoknak osztottunk telente mindig élelmet, és a Vöröskereszten belül mindig azt mondták, hogy hát látod, nyavajgunk otthon, aztán rájövünk, hogy milyen jó nekünk itt. Úgyhogy nekem ezt szerettem volna, ennyit szerettem volna mondani, és én, hát én másfél éve, majd két éve vagyok csak még polgármester, de nem pénzkérdés, és nem időkérdése. Nyugodtan lehet ezeket máshol is meghonosítani, akár az utcabizalmit, mert hozzánk jönnek felvidékről, és megnézni, hogy hogy működik ez, és milyen rendszer, mert higgyék el, hogy sokkal egyszerűbb őszintén kommunikálni azokat az eredményeket, ha folyamatosan értesülnek az emberek, ha folyamatosan aktív résztvevői ennek az önszerveződő kis társadalomnak, mint hogy 4 évente gyúrni a választásokra. Köszönöm szépen! Akkor ez már részben válasz volt arra, amit én kérdezni szerettem volna, hogy itt én úgy látom, hogy kicsit különböző modellekről van szó, de hogy mi az önök szerint, hogy az önkormányzatnak, mint szereplőnek így a legfontosabb szerepe, mert itt nekem kicsit rozsáján úgy tűnt, vagy nem tudom pontosan, amikor a polgármester úr mindig
csak azt mondta, hogy mi, hogy akkor az a, hogy amikor mi csinálunk valamit, akkor az konkrétan az önkormányzatot jelenti, tehát hogy a, hogy, tehát, hogy ott, a, ott az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, vagy ez egy kicsit ilyen diversifikáltabb, illetve hogy mi a, tehát, hogy minek kellene lennie az önkormányzat szerepének, hogy csak összeköt közösséget fejleszt, és aztán abból így alakul valami, vagy gyakorlatilag megszervezni a gazdasági életet helyben, amennyire lehet. Tehát a mi az a település, ahogy mondtam, tehát az önkormányzat nem ugyanaz, mint a település, a település sem az, mint az önkormányzat. Rozsály nagyon messze van mindentől, azt szoktam mondani, pontosabban Rozsálytól van minden messze, tehát a hozzánk a legközelebbi város Fehérgyarmat, ott 8000-en laknak, Mátészalka 50 kilométerre van, Nyíregyháza 100 kilométerre, Budapest 350-re. Tehát a legnagyobb foglalkoztató, igen, mi vagyunk az önkormányzat jelen pillanatban, és az alapítvány hozzáteszem. Tehát az alapítvány is foglalkoztat embereket, ugyanúgy, mint az önkormányzat. És a legfontosabb, amit Mónikáék is csinálnak, és amiről én is beszéltem, az, hogy csak akkor működik egy település jól, hogyha vannak benne életterek, amelyben mindenki megtalálja maga helyét. Tehát nagyon sok hely van, és utána tudunk csak építkezni akár az önellátásra, önfenntartásra, vagy munkahely teremtésre, mert nagyon fontos a munkaterápia is, hogy együtt dolgoznak az emberek. Tehát nagyon régen ugye Kalálkában nagyon sokan dolgoztak együtt, és akkor lehetett ugratni egymást, a lányok, a fiúk meg a lányokat ugratták be a bokorba, aztán abból lett a család. Későbbiek folyamán ma már nem így megy sajnos ez a dolog. De ez hiányzik ma a településről, és a dolgunk az szerintem itt nem csak nekünk, hanem mindenkinek, hogy ezt hozzuk vissza, és ezt éljük meg újra. De nálunk Rozsályban igen, az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Én is válaszol. Hát én voltam, amikor Denis Medó itt volt egy konferencián a fenntartható fejlődésnek egy nagy Nobel-díjas kutatója, és elmondtam, hogy mi is mit csinálunk, és ő neki vannak ezek az elvei, és ide csatlakozva a társadalmi boldogság, ő ezt így hívja. Na most mi ezt úgy csináljuk, hogy ugye alapban van már ez a több mint 20 civil szervezetünk, és amit sok önkormányzat ugye hát kérésre, vagy így úgy, hogy őket támogassa, ami azt végezzük el nagyon aktívan. Anyagi lehetőséget és tereket, helyszíneket biztosítunk, illetve az önkormányzat, én is válvetve ott vagyok minden egyes rendezvényükön, és mi is nagyon sokat szerint. Meg lehet nézni, nekünk van egy rendezvénynaptárunk a honlapon bal oldalt. Hát rengeteg rendezvényünk van, szinte minden hónapban 2-3, az biztos és tuti. És így nem én mondom meg, hogy ti hogy legyetek boldogok, hanem ők a saját közösségi tereikben, a saját szervezeteiken keresztül teszik magukat boldoggá. Hiszen ha nem csak egy jó nem csak egy jó helyet kell teremteni az embereknek, ahol élnek, és külsőleg kell azt alkalmas intézményrendszeren keresztül alkalmassá tenni, hanem az is, hogy megtalálják a hasonló gondolkozásúak egymást. És a kis hasonló gondolkozású csoportokból fog összeállni az a közösség, ami, hogyha ha jól működik, akkor előre viszi egy településnek a fejlődését. Ugye azt kérdezted, hogy az önkormányzat gerjeszti ezeket a folyamatokat. Vagy ez volt a kérdésnek a lényege. Ugye az önkormányzat az egy településen, egy kis településen, és nyilván itt nem a nagyvárosokra gondolok, speciális helyzetben van, hiszen az önkormányzat rengeteg információval rendelkezik, rengeteg lehetősége van, és rengeteg öngerjesztő képessége van. Akkor kezd jól működni egy település, egyetértek itt a polgármester társaimmal, amikor saját magukat kezdik el szervezni az emberek. Ugye nem a polgármesternek kell megmondani azt, hogy mikor mi legyen a településen. A polgármesternek azt a lehetőséget, azt a helyzetet kell megteremteni, hogy mondjuk a nyugdíjas klub, vagy a nálunk van tíz civil szervezet, a fiatalok egyesülete, vagy a lovas egyesület, vagy bármelyik, az meg tudja találni saját magát. Persze minden civil szervezetet egy ember legalább kell, hogy generáljon, aki szívvel, lélekkel azért a szervezetére ér, ugye, mert ilyen őrültből kevés van, és azt az őrültet kell megtalálni, jó értelembe vett őrültet, azt kell megtalálni, aki a hátára veszi azt a civil szervezetet, és mozgatja a folyamatokat. Ez akkor lenne igazán optimális, hogyha minden civil szervezet egy irányba mozdulna az önkormányzattal és a közösségi érdekével, de hát mi magyarok vagyunk, és nem tudom, hogy a magyarság az volt-e olyan történelmi pont, amikor egy irányba akart menni. De hát ezért dolgozunk, hogy ez így legyen.
Sajnos már csak maximum negyed óránk van, úgyhogy én át is adnám a szót a közönségnek, mert aztán nagyon megszídnak, hogyha valakivel is, vagy valaki úgy érzi, hogy úgy megy el, hogy nem kérdezhetett, úgyhogy összeszednénk egy pár kérdést, ott látok egyet, és nem tudom pontosan, hogy ez ott viszik a mikrofont. Ott a... Ott az őszhölgynek. Köszönöm szépen. Ez olyan csodálatos volt, amit itt hallgattunk. Mindegyik egy varázslatos világ, és úgy éreztem, hogy Rozsály abban a csodálatos helyzetben van, hogy olyan nagyon messze van Budapesttől. Az a szerencséje, mert akkor egy egészen különleges világot tudott létrehozni. És itt pedig hallottam, hogy, és ezt nagyon szeretném, hogyha elmondaná, hogy hogy csinálták meg azt a varázslatot, hogy egy kis községben a polgármester el tudta érni, hogy a tantervet megváltoztatta, mert hogy ebbe csodákat lehet csinálni, és én ezt kerestem Érden, hogy hát miért nem lehet, hogy a polgármester megváltoztatja a tantervet. Ott azt mondták, hogy azért nem komposztálnak az óvodába, meg az iskolába, mert nincs benne a munkaköri leírásába az óvónőknek és a tanároknak. És hát itt ebben a csodálatos előadásban még azt is hallottam, hogy óvodában és iskolában az egészséges táplálkozással foglalkoznak itt Pázmándon, és ezt szeretném még megtudni részletesebben, hogy az egészséges táplálkozás, ami a legfontosabb emberi üzemanyag, hogy a mai jövő nemzedék ne betegeskedjen, és ne a kórházban mindenféle csövekkel az ódalában élje le a hátralevő életét. Tehát, hogy hogy működik ez, és mi az az egészséges táplálkozás? Mert ugye Rozsályon azt hallottuk, hogy segény, nagyon sok szegény sertés esik ott áldozatul a táplálkozásnak, és hogy akkor itt az egészséges táplálkozásban talán kevesebben hullanak el, vagy hogy működik ez? Köszönöm. Szerintem szedjünk össze egy pár kérdést, hármat, négyet, és akkor... Köszönöm a szót. Hát az egyik mai napi program fő, úgymond hozzászólója a rozsályi polgármestere. Én már régóta figyelem, attól függetlenül, hogy mind a két polgármester pozitív dolgot hozott létre. Nagyon szeretnék ezen a három településen lakni majd egyszer. Lehet, hogy majd lesz rámód és lehetőség. Precedens értéket állítottak elő Magyarországon. Amikor beszámoltak dolgaikról, azt hittem, hogy nem is Magyarországon járunk, de valóban ott vagyunk. Ez a pozitív hozzáállás, amit polgármesterektől lehet, és polgármesterasszonytól hallani, ez példaértékű. Azt hiszem, hogy nagyon sok szakember elmehetne tanulni az önök településére, hogy is kellene a magyar falvakat támogatni kellene. Tudom azt, hogy Rozsályon mi történik? Rozsályon valóságos forradalom ment végbe, úgymond, amivel nagyon büszkék lehetünk. És az, hogy én Magyarországon az lenne a minimum elvárás, hogy egy polgármesternek legalább legyen egy diplomája, mert hallom azt, hogy és látom, hogy is, de nagyon higgyék el, hogy nagyon nagy szükség van rá. Most mondok egy ellenpéldát. Bocsánatot kérek, azt szeretném kérdezni, kérdést, hogy csak, hogy mert csak 10 percünk van, és nem. Egy településen, mikor egy civil szervezet elindul, az valami pozitív dolgot szeretne létrehozni. Ott, ahol én lakom, 2 év alatt nem tudtunk együttműködési megállapodást létrehozni az önkormányzattal. Nagyon pozitív, amit csinálnak, és örülök, hogy ilyen pozitív dologról beszámoltak. Köszönöm szépen. Kükedi Zsolt. Kükedi Zsolt vagyok, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivataltól. Örömmel hallottam eddig csak Zoltánt személyesen, de most már mindkettőjüket úgy szintén. Ez mindig libabőrös lesz az ember, amikor ilyen jó példákat hall, és annak örülne, az minél többször elhangzana. Mit üzennének ebből a székből 1,5 évvel egy újabb tervezési ciklus előtt, amikor újra sok ezer milliárd forintot fogunk elkölteni saját magunkra? Mit tegyenek azok a közösségek, akik önökhöz hasonlóan azt várják, hogy ott helyben költődjen ez a pénz? Hogyan lehetne ezt megtervezni? Mi lenne az az üzenet számukra, hogy hogyan kezdjenek ennek neki? És azt szeretném kérni, hogyha ebben van jó javaslatuk, akkor a jobb kezet is nyújtok ehhez. Tehát szívesen vennénk közösen ebben részt a mindegyik szereplővel. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, csokolom a kezét. Több
EU-s programba vettem részt, úgy mint projektmenedzser, úgy mint szervező, úgy mint nagyon sok minden. És mindig fájt, amikor vége volt a programnak, és elengedtük az emberek kezét. Nagyon jó, hogy önök ezek nem, ezt nem teszik. Tehettek többet értük, mint amit én tettem. És ide szólnék vissza az előző felszólalóhoz, hogy ki kell menni a terepre. Ott van az igazi világ, ugyanis van egy ilyen alapmondásom, találmányom még 2004-ben, hogy a Dunáról néző irodából teljesen más a világ. Köszönöm szépen. Akkor én rácáfolnék, lehet, hogy nekem van, mert én szeretek tanulni, de józan paraszti ész is elég. Tehát higgyék el, nem kell, ugye pénz se kell, diploma se kell, józan paraszti ésszel és jó szívvel szerintem lehet bármit megtenni. Én nagyon köszönöm ezt, mert tényleg, ahogy mi készítettük a stratégiát, azt nagyon szívesen megosztom, mert egy ilyen mechanizmussal, ahogy mi is ezt elkészítettük, minden településre ezt lehet ugyanúgy megvalósítani, és így minden településre ezen mechanizmussal maguk az emberek lesznek, akik majd megmondják, és az összesített eredmény így jön ki, hogy szerintük mik azok a prioritás, mik azok az elsődleges szempontok, amiket ők fontosnak tartanak a településük fejlődése szempontjából. Na és az már egy nagyon jó iránymutató önöknek, mert tényleg nehéz onnan lelátni, de néha jönnek le hozzám, és azt mondják, hogy Úristen, ezt követni is nehéz, és szerintem itt mindegyikünkkel így lehetnek a környékbeli polgármesterek is, nem? Én rövidebben mondanám, mint Mónika, tehát beszélgetni kell az emberekkel, ez a lényeg, és ők megmondják, hogy mire van szükség. A legnagyobb probléma ma az, hogy azt csináljuk, amit lehet, és nem azt, amit kell. Tehát ezt a mondatot én már elmondtam több minisztériumban, mikor felhozták nekem, hogy milyen ügyesek a hollandok, a németek. Mondom, én senkit nem láttam dolgozni azokban az országokban. Csak annyi a különbség, hogy mi azt csináljuk, amit lehet, és ez a súlyos hiba, és nem azt, amit kell. Nagyon szépen köszönjük a dicséretet, de ez nem a miénk, hanem a településé, mert mi csak egy szegmense vagyunk ennek. Hiába jó a polgármester, hogyha a közösség nem áll mögötte, és hiába jó a közösség, hogyha nincs egy jó vezetője. A kettő csak akkor működik, vagy akkor működik, bocsánat, hogyha mind a kettő jó szerintem. Iskola. Ugye említettem a civil szervezeteknél, meg kell találni azt az őrültet, aki hátra veszi a szervezetet. Nálunk felmerült az igény, a gyerekek, több lovas szolgáltató van a településen, de hát fizetőképes kereslet meg nem nagyon van rá. Adott volt az elképzelés, hogy iskolának kell venni lovakat, és megtalálni azt a vezetőt, azt a pedagógust, aki hátán viszi az iskolát, és aki egy picivel többet hozzátesz, mint ami a tanrendben van. Én még annak idején oda jártam Megerágra általános iskolába, akkor még tanárok voltak. Tanítók, meg tanárok. Most már pedagógusok vannak kettő között. Óriási a különbség, azt gondolom. Amikor mi még este 11 órakor csavarogtunk az utcán, akkor jött az iskolai igazgató, lecsavart egy nagy fülest, és mondta, hogy takarodó haza, és másnap reggel magyar tanított, hogy egyébként másnap reggel magyarból felelni kellett. Tehát ott kell élni a településen. Nálunk is az volt a jellemző, hogy pécsi pedagógusok jártak ki az iskolába, fél kettőkor elment haza Pécsre, és azt se tudta, hogy utána, hogy mi van a település élet, mi történik a település életében. És akkor itt egy nagyon köszönöm én ezt a mindannyiunk nevében ezt a kérdést. Én úgy tudom, hogy az értékteremtő közmunkába is, és a startba is nagyon kevés önkormányzat vett részt. Ugye 3300 önkormányzat ebbe az országba. Itt gyakorlatilag itt ülhetne ennyi polgármester, meg ennyi település képviselő. Úgy gondolom, és én ezt elmondtam már mindenhol, és itt önnek köszönöm, hogy elmondhatom még egyszer, kötelezővé kéne tenni az önkormányzatoknak azt, meg a polgármestereknek azt, hogy munkahelyet teremtsen a falujába, hogy a mindenféle uniós pályázaton elnyert boost azt ne a személyes céljaira használja, hanem a közösség érdekében használja, és szerveződjön. Mónika célzott arra, hogy a környező települések polgármesterei irigyen nézik. Mert ugye sokkal könnyebb kívülről kiabálni, mint mondjuk a nap 10
néhány órájába dolgozni. A köszönömért se sokszor. Köszönöm. Azért nem szabad ennyire pesszimistának lenni, szerintem. Én rögtön megragadtam itt a mikrofon. Szerintem én úgy érzem, hogy azt kell nézni, hogy amit csinálunk, az jó és igaz, és persze, ha nem csinálunk semmit, akkor azt nincs mit kritizálni. Ha valamit csinálunk, az jó, mert akkor már tudnak kritizálni minket, és mindig azt mondtam, hogy na az legyen, és itt, és az kritizálja az én munkámat, és az álljon itt építő javaslatokkal, aki többet dolgozik, mint én. És aki hozzá akar tenni, azt szívesen várom, de a nem építő jellegű kritikát, amíg nem tesz le semmit az asztalra, azt addig nem tudom méltányolni, és nem tudom számba venni. Azóta nem sokan jönnek így kritizálni. Akkor, ha nincs több kérdés, akkor én válaszolok, mert ez a legkönnyebb. Nem, azt felejtettem el mondani a közösségépítésnél, ami nagyon friss még nekem, hogy 50 év után először tartottunk Rozsályba pünkösdölést. És a legnagyobb harcot a katolikus pappal kellett megvívnom. Mert hogy mit gondolok én, hogy pünkösdör pünkösdölünk, és mondtam neki, hogy azt gondolom, hogy mivel húsvétkor nem tudtuk megcsinálni a pünkösdölét, így kénytelenek vagyunk majd pünköskor megtenni. És 811-en lakunk a településen, csak olyan emberek lettek meghívva, ez egy zárt körű volt most, csak olyan emberek lettek meghívva, akik valamelyik civil szervezeten keresztül dolgoztak a településért, vagy építettek a településhez, vagy a település hírnevéhez tettek hozzá, és a 811-ből 300 ember volt ott bent, ami nagyon jó szám szerintem. Hogyha Budapesten kellene egy ilyet tartani, akkor 700 ezer embernek kellene valahol összejönnie, nem tudom, hol tudnának összejönni. Nálunk a nagy legelőn Rozsályba, de addig nagyon messze. Nagyon, nagyon messze az út. Tehát a legfontosabb az, hogy valóban kezdjünk el építkezni alulról. Nagyon jó az a mondat, amit Mónika mondott. És nagyon fontos az, hogy az embereknek olyan értékeket közvetítsünk, amely örök érvényű. Tehát ne csak arra a napra, hanem egy nagyon hosszú távra adjunk nekik nagyon jó dolgokat. Igen, volt. Egy 73 éves bácsikát hoztam ki Pünkösdi királynak, mert úgy gondoltam, hogy ő lesz. És nagyon, nagyon meghatódott. Tehát ő még megélte azt, amikor valamikor a faluban volt Pünkösdi király választás, és ő még a fiataloknak meg tudta mutatni, hogy hogy kell viselkedni a Pünkösdi királynak, hiszen a Pünkösdi király egy éven keresztül ingyen iszik, eszik, hogyha meghívják bármire, tehát is ki is fizeti a végén. Akkor ennek most sajnos vége van ennek a szekciónak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek. Nekem azt mondták, hogy 5 perccel előbb ja, jó. Hagyjuk el a termet, mert jó, végül nem volt már több kérdés, úgyhogy szerintem most nem folytjuk bele senkibe a szót. Akkor zárd le, kérlek a... Kérlek, Viktor, hogy magad akkor zárd le. Dénes, zárd le, hát ez a te blokkod. A blokkot ezennel ünnepélyesen lezárom. Nagyon szépen köszönöm a vendégeknek. Senki nem... Igen, tapsoljuk meg, igen. Senki ne menjen el. Ma ugye a szociális szövetkezetekről, az agrárszövetkezetekről és mágus polgármesterekről volt szó, vagy hát őket hallottuk, láthattuk. Elmondom, hogy holnap mi lesz. Holnap társadalmi vállalkozások lesznek, helyi pénzek és alternatív bankok, alternatív finanszírozási formák. Lesz vendégünk Svájcból, Spanyolországból, lesz vendégünk adományboltból, vállalkozásfejlesztési szakértő, Hungaropiactól, a Magnet Magyar Közösségi Banktól, akiknek a székházába ülünk, Takarékszövetkezettől és még millió mástól, nem soroltam fel mindent, úgyhogy ugyanúgy 9:30-kor találkozunk holnap. Köszönjük szépen!